Üdvözöllek benneteket! Aktuális feladatunkban a 10 hatványaival való szorzást gyakoroljuk. Egészíts ki a táblázatot az általunk megadott első megoldás analógiájára. Nézzük az, ami alapban adott a feladatban. 4,1 szorozva 10 a másodikon az egyenlő 410. Nézzük, elemezzük ezt a feladatot. A 4,1-et, ha megszorozzuk 10 a másodikonnal, a 10 a másodikont úgy számoljuk ki, hogy egyrészt 10-szer 10, másrészt pedig leírjuk az 1-est, illetve annyi nullát írunk utána, ahány a kitevő. Tehát jelen esetben a 4,1-et meg kellett szorozzuk 100-szal. Mit jelent, ha egy tizedes számot szorzunk 100-szal? Ha szorzunk 100-szal, vagy egytől nagyobb egységekkel, akkor a tizedes veszőt visszük jobbra, annyi helyen, ahány nulla található itt. A 100-ban 2 nulla van, ezek szerint a 4,1-nél a tizedes veszőt elviszem 2 helyen jobbra. Az üres helyeket nullával töltöm ki, és csak le kell, hogy olvassam, tehát figyeljünk, ez a tizedes vesző most már a végén található, tehát ez a szám a 410. Láthatjuk, hogy ez alapján töltjük majd ki a táblázatot. Induljunk akkor sorba, és az üres mezőket is töltsük ki. Az első úgymond feladatunk 0,001, ugye ez tized század ezredet jelent, tehát egy ezred, szorozva 10 a negyediken. Az előtt már láttuk, mit jelent 10 a negyediken, leírom az egyest, és annyi darab nullát írok, amennyi a kitevő. 10 a negyediken az 10 000. Hogyan kell szorozni 10 000-rel? A 10 000-ben 4 nulla található, éppen ezért a tizedes veszőt 4 helyjel viszem jobbra. Ha van üres hely, azt nullával kitöltöm, a tizedes vesző most már a legvégén található, le kell, hogy olvassam ezt a számot. 0, 0, 0, 10. A vezető nullákat nyugodtan elhagyhatjuk, tehát ez a szám nagyon röviden csak 10. Így tehát az első feladatunknál ide a jobb oldali üres mezőbe beírhatjuk a 10-et. A következő feladatunkban a 6,5-ot meg kell szorozni a 10 valamelyik hatványával, hogy 605-öt kapjunk. Figyeljük meg, hogy egész szám legyen a végeredmény, azt jelenti, hogy a tizedes vesszőt 2 helyjel kell, hogy jobbra vigyem. Láthattuk már, hogy a nullák száma, illetve a mozgatások száma megegyezik, tehát ha 2 helyen vittem jobbra, ez azt jelenti, hogy 10 a másodikonnal kell megszorozni. Valójában 100-al szoroztuk. De nekünk a feladatban hatványként kell, hogy felírjuk, így tehát az üres vonalra ráírhatjuk a megoldást 10 a másodikon. A következő feladatunk, hasonló, mint az első, 2,72 szorozva 10 az ötödiken. 10 az ötödiken azt jelenti, hogy egy egyes és 5 darab nulla. Ez a 10 000. A tizedes vesszőt jobbra viszem 5 helyjel, hiszen a 10 az ötödiken azt jelenti, hogy 5 nullát tartalmaz. 2 hely már adott, a maradék 3 helyet, ahogyan eddig is tettük, nullákkal bővítjük ki. Figyeljünk arra, hogy a tizedes vesző most átkerült egészen a legvégére. Olvassuk le ezt a számot, amely már ugye nem tartalmaz tizedes vesszőt, hát ez lesz a 272 000. Valójában úgy is indulhatjunk, és logikusan le is ellenőrizhetjük magunkat, hogy ha 2 egész valamennyit szorzok 100 000-rel, az azt jelenti, hogy 200 000 valamennyit kapunk. Ugye ez azért fontos, nehogy 20 valamennyit, vagy 2 millió valamennyit kapjunk. Tehát a negyedik sorunkba be is írhatjuk az eredményünket, 272 000. Az utolsó előtti feladatunkban nem tudjuk, hogy melyik számot kell megszorozni a 10 a harmadikonnal, hogy 3 000-et kapjunk. Mit jelent 10 a harmadikon? Az azt jelenti, hogy egy egyes és 3 darab nulla, tehát ez lesz az 1000. Valamit, ha megszorozok 1000-rel, 3 000-et kapunk. Hát láthatjuk, hogy bal oldalon is, jobb oldalon is találhatunk olyan számot, amely nullára végződik, mégpedig 3 nullára végződik, hát ezeket a nullákat lebírjuk egyszerűsíteni, és rögtön le is tudjuk olvasni, hogy a keresett számunk a 3. A 3-at ellenőrizzük le, ha megszorozzuk 1000-rel, kapunk-e 3 000-et? Igen. Tehát a kis vonalkára ráírjuk a 3-ast. És maradt még egy feladatunk, 8,1
szorozva 10 a hatodikon. A 10 a hatodikon az egy egyes, és 6 darab nulla. Ez a millió. Mit kell tenni a tizedes vesszővel? Elmozdítjuk 6 hellyel jobbra. 2 hely már adott, és a maradék 4 helyet szokásunkhoz híven nullákon fogjuk kitölteni. Olvassuk le ezt a számot, figyeljünk arra, hogy most már nem tartalmaz tizedes vesszőt, legkönnyebben úgy, hogy hármassával hátulról vágom le őket, tehát 1-3-as, 2-3-as, és akkor láthatjuk, hogy ez lesz a 8 millió 10 ezer. Tehát az utolsó sorba beírhatjuk az eredményünket, 8 millió 10 ezer. Ennyi volt ebben a kis feladatban, köszönöm a figyelmeteket!